Idén júniusban a nyári színházban mutatta be a Janus Egyetemi Színház társulata legújabb darabját, Móricz Zsigmond Úrimúriát. A nagy sikerre való tekintettel 4 előadás erejéig a Zsolnai negyed falai közt is bemutatták a klasszikust. A veretes értékekkel bíró vígjáték azonban Mikuli János rendezésében nem csak a kacagásról szólt. Az az igazság, hogy egy kicsit persze eltértem a eddig megszokottól, mert ugye bár ezen az előadáson is a néző itt-ott kacag, nevetgél, jól érzi magát, de azért a vége nem mondhatni, hogy nagyon vidám lenne. Ezt a darabot tulajdonképpen a regényből raktam össze, és hát ez lehetőséget adott nekem arra, hogy figyelemmel legyek a társulatra. Vagyis, hogy igyekeztem olyan szerepeket összepakolászni, amelyek a mi társulatunkból eljátszhatók. Ez hellyel közzel létre is jött, kivétel a főszereplő figurája, aki egyenesen Szatmár Németiből érkezett. A kislánykorodról mesélj. Arról meséljek? Arról. Osztán maga akarja? Akarom. Osztán maga szereti? Szeretem. És miért szereti? A fele se tudja. Azért, hogy a hangomat hallja? Azért. Szereti a hangom? Szeretem. Nagyon? Nagyon. Igen, nagyon? Rettenetesen. És miért szereti a hangom? Azért, mert az az én illatom? Kányádi Szilárd korábban rendezőként már dolgozott együtt az Egyetemi Színház társulatával, és az Úrimurit is játszott a más színházban, mégis azt mondja, minden előadás, társulat és rendezés más élményt ad egy színművésznek. Volt már tapasztalásom Békés Csabai előadásba, itt most kimaradt az a figura a rendező dramaturgiájának köszönhetően, vagy dramaturgiai képzelésének köszönhetően, de pont azt tetszett, hogy nem arra építkezik, hogy nagy, dínom, dánom, eszemiszom, benne van, és igazából a nézőre van bízva így, hogy mit képzel hozzá, hanem sokkal inkább a lelki fejlődésére, úgy a főszereplőnek, mint az összes benne lévőnek. Ég a kunyhóról!